Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon ebben a videóban a majom himlőről lesz szó. Mi az, amit tudunk eddig erről, mi az, amit ki lehet találni a jövőre nézvést, mit jelentett számunkra, vajon mi is lehet terve, idéző véve a világot uraló és irányító csoportoknak ezekkel, a különböző híresztelésekkel, járványokkal meg fogok mutatni jó néhány filmrészletet, amelyek talán segítenek megérteni a helyzetet. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Én mindez idáig nem nagyon tulajdonítottam jelentőséget a majomhim Lővel kapcsolatos híreknek. Most azonban úgy gondoltam, hogy talán érdekes lenne utána nézni először annak, hogy mi az, amit ki tudunk deríteni a hírekből. Azután persze megpróbálunk levonni valamilyen következtetés a jövőre nézve Már most én előre elmondom, hogy én nem hiszem, hogy ez az egész hazugság, de azt sem hiszem, hogy száz százalékig ez a valóság, amit mondanak. Az igazság általában. Ott van valahol a kettő között, és igyekeznek úgy keverni a kártyákat azok, akik irányítják és uralják ezt a világot, hogy ne nagyon lehessen kitalálni, hogy mi is az, ami történik a háttérben, és ha ki is derül, akkor minél később derüljön ki, minél nagyobb legyen a felfordulás, amelyet ez okoz a világban. Sokkal jobban tenné mindenki, hogyha arra fókuszálna, hogyha megpróbálna megérteni, hogy mi a hatása ezeknek a különböző fabrikált vagy valós jelenségeknek, amelyek körülvesznek minket. Az MPOX nem az új COVID, a lakosság számára alacsony kockázat jelent, mondta dr. Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója a BBC szerint. A bioorganikusok teljes irányítása egészen mostanáig szinte lehetetlen feladatnak bizonyult. Ám kifejlesztettek egy új technológiát, ami új helyzetet teremt. Amennyiben elfogadjuk a történeteket a tudomány jelenlegi állásáról, én nem hiszem, hogy túlságosan egy képzelhetetlen vagy tudományos fantasztikum lenne azt állítani, hogy képesek megváltoztatni az embert, a génállományt valami úton, módon, külső eszközökkel, úgy, hogy létrehozzanak valóban ebben a játékban említett szolgamester mester kapcsolatot ha valaki az Elohim templomát megrontja, megrontja azt az Elohim, mert az Elohimnek temploma az külön választott szent, ezek vagytok ti. Az ember tehát nem gondolkodhat úgy magáról, mint egy biomechanikus gépezet, ami random események sorozatának eredményeképpen állt elő, vagy jött létre, hanem ez a teremtőnknek a kifejezett munkája, hogy mi olyanok vagyunk, amilyenek. És a célja annak, hogy létrehozott minket az, hogy az ő lelke által közösségben élhessünk vele. Hogyha ezt mi elkezdjük manipulálni a genetika módszereivel, akkor érthető, hogy ezt a templomot tulajdonképpen, ami az ő háza lenne, vagy az ő lelkének a háza, mi megrontjuk és megváltoztatjuk, esetleg átalakíthatjuk olyan módon, hogy az már alkalmatlan lesz arra, hogy az ő lelke benne lakozzék. Vessünk véget mi a világnak? Úgy, ahogy mi akarjuk. Egy összehangolt apokalipszis, amely megtisztítja a Földet a lakóitól, de meghagyja az infrastruktúráját és az erőforrásait csak türelmesen ki kell várni a föld alatt, amíg a vész elül, és aztán előjöhetnek, hogy átvegyék az uralmat a világon. Legalábbis ez az ő elképzelési. De ez egyébként nem áll távol a Bibliától sem. Jelenések könyve, 6. fejezet, 15. vers úgy szól, hogy és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba, és mondják a hegyeknek és a kőszikláknak, esetek miránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának, a nagy napja is kiállhat meg. Most ha ez nem arra az eseményre utal, amiről ő beszélt, akkor nem tudom, hogy mi. Ez talán segít mindenkinek, hogy közelebb kerüljön a Biblia igazságának a megismeréséhez és annak az elfogadásához. De nézzünk egy következő részletet. Ebben pedig szintén arról van szó, hogy hogyan lehet felhasználni vegyi fegyverként, illetve hogyan használhatnak fel vegyi fegyverként egy fertőzést. A Fertőzés című filmben. Biológiai fegyverként is felhasználható a madár influenza. Nem kell fegyvert csinálni belőle. A madarak is megteszik. Jelenesemények lehetőséget adnának mindenkinek, hogy felkészüljenek arra, ami következik. Először 2022-ben hirdették globális egészségügyi vészhelyzetként az mpox vírust, amikor a betegség több mint 70 országba terjedt át. Most hír.hu-n azt olvashatjuk, hogy bármikor jöhet az újabb világjárvány és súlyos dolgot állít a szakértő. A koronavírus okozta világjárvány után most bármelyik percben jöhet egy újabb pandémia a betegség ellenőrzési és megelőzési központ, ez a CDC az Egyesült Államokban korábbi igazgatója szerint, a madárinfluenza világjárvány nagyon valószínű. A WHO szerint a nemzetközi közösség hanyagsága vezetett ahhoz, hogy Afrikában a majomhimlő új, könnyebben terjedő variánsa ütötte fel a fejét. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a jahuautja.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Jahua útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok infobubble, illetve Jahua útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!